Kedves balagó nyolcadikosok! 8 évet töltöttetek el ebben az iskolában. Eljött az idő, hogy tovább lépjetek, hogy más helyen próbáljatok szerencsét. Itt az ideje a búcsúnak. A mai napon búcsút vesztek az iskolától, a tanároktól, az iskola tanulóitól és az iskolás barátaitoktól. Többen magabiztosan, mások izgalommal telve, szorongva álltak itt. Visszagondolva, 8 éve is ugyanilyen érzelmekkel indultatok el az óvodából. 8 év alatt sok minden megváltozott. Annak idején még kisgyerek fejjel jöttetek, és tanáraitok bevezettek benneteket a betűk és a számok világába. Most már életfiatalokként álltak előttünk, és indultok tovább a jövőtök felé. A mi iskolánkban megismerkedtetek a történelem nagyjaival, a múlt századok zeneszerzőivel, művészeivel. Rengeteget foglalkoztatok a periódusos rendszer érthetetlen elemeivel, ugyanakkor elsajátítottátok a mindennapokban szükséges összeadás, kivonás és egyéb műveletek használatát. Körbejártátok bolygók felszínét, tanulmányoztátok a múlt tehetséges költőit. Megismertétek az ember felépítését, földnövény és állatvilágát. Fejleszthettétek a képzeletetekben megjelenő képek lapra vetítését, megbirkózhattatok a kötélmászás nehézségeivel is. Lehetőséget kaptatok arra, hogy akár idegen országokban is tudjatok angolul kommunikálni. A számítógépet már magabiztosan használhatjátok. Az osztályfőnökeitek segítségével átlendültetek a mindennapok nehézségeim. Reméljük, mindig emlékezni fogtok a közös élményekre, nevetésre és bánatra, barátaitokra, tanáraitokra, a Horthy Batthyány József általános iskolára, és persze ránk búcsúzó hetedikesekre. Bízunk abban, hogy valamennyi iskolatársaitokról szép emlékeket őriztek, az itt kötött barátságok évekig megmaradnak. Szívből kívánunk nektek minden jót, sok szerencsét a középiskolás éveitekhez, örömteli jövőt, és hogy további céljaitokat siker koronázza. Leiner Raúl a szavaival búcsúzom tőletek. Mindig azt hittem, hogy az első napok voltak a legnehezebbek. Tévedtem. Az utolsók azok. Hanvas Béla idézettel kívánok nektek sikeres életutat. A boldogságot csak az bírja el, aki elosztja. A fény csak abban válik áldássá, aki másnak is ad belőle. Amit szerzel, amit elérsz, amit tudsz, amit átélsz, oszd meg. Most pedig eredj és élj, mert a világ a tiéd. Viszontlátásra!
trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Csendes este van, most még mind itt vagyunk, de senki nem szól, hallgatunk. Az éj is csendesebb, gyertek üljünk közelebb, ez a búcsú éjszakánk, szóljon a dal hozzánk, jó barát! 20 év múlva az ifjú vándor megpihen, de hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk, 20 év múlva lehet, hogy találkozunk. Felkelt a nap, a reggel köszöntött ránk, minket bántott a fény, az is, hogy elhagyjuk egymást. Együtt leszünk még egy hosszú éjszakán, végan átvirrasztjuk, ahogy tettük sok-sok éven át. 20 év múlva az ifjú vándor megpihen, de hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk, 20 év múlva lehet, hogy találkozunk. Vándor megpihen, de hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk, 20 év múlva lehet, hogy találkozunk. 20 év múlva az ifjú vándor megpihen,
De hosszú még az út, és közben valamit tenni kell. Elbúcsúzunk, holnap már távol vagyunk. 20 év múlva lehet, hogy találkozunk. 20 év múlva az ifjú vándor megpihen. De hosszú még az út, és közben valamit tenni kell.